A mezőgazdasági minisztérium által meghirdetett gépbeszerzési támogatás jóvoltából 2050 földműves adta át traktorvásárlási támogatásra a pályázatot, mondta a megnyitón az Agrártárca vezetője. Emellett még 13.500 földműves adta át kérelmét különféle talajművelőeszköz és mezőgazdasági gép beszerzésére. Valószínűleg ezek is megkapják majd az 50%-os támogatást ezeknek a gépeknek a beszerzésekor. A tervezetnél kétszer több mezőgép beszerzési kérelmet kaptunk, de nem számít. A belső tartalékokban találunk majd pénzt, hogy ezt a gondot megoldjuk. A múlt héten kiadtuk az első gép beszerzési végzést. Idén előszámla alapján történik a vásárlás, és az igénylők a lakcímükre kapják meg a végzést, és aztán vehetik meg a gépet. A tartományi mezőgazdasági titkár elmondta, hogy első alkalommal történik meg, hogy társfinanszírozást adnak a minisztérium gépbeszerzési pályázatához. A minisztériummal ellentétben mi számlákat kérünk, nem előszámlákat. A napokban írjuk ki az erre vonatkozó pályázatot. Kérem, figyeljék a honlapunkat, hogy idejekorán tájékozódhassanak. 150 millió dinár keretösszeg áll rendelkezésünkre, és egy földműves legfeljebb 2 millió dinár támogatást kaphat erőgép és 1 millió dinárt munkagép vásárlásakor. A Kátyi mezőgép bemutatón munkavégzés közben is megszemlélhették a földművesek a traktorokat és a munkagépeket. Előtte azonban mindegyik gépről lényegre törő adatokat közöltek a forgalmazók.